Üdvözlök mindenkit a Transport Info következő videójában. Ez a videó a tartány és a tartányrajzokat bemutató sorozat következő része lesz. De mielőtt ebbe belevágnánk, engedjétek meg, hogy a következő felvételek készítőjét egy picit reklámozzam, teljesen amatőr alapon, és csak is itt a videózás iránti szeretetből az egyik barátom, akivel Írországban ismerkedtem meg. Ő egy lengyel fiú, és a YouTube-on szokott néha ilyen képeket föltenni, hogyha valaki esetleg Írországgal kapcsolatban szeretne ilyen drón felvételeket látni. Nyilván több is van a YouTube-on, de ő a videó Art Max néven fut, és nem túl sok videója van, de azokat nagy szeretettel csinálja, tehát képes érte egy-egy szabad napon úgy több órákat autózni egy különlegesebb tájakra, hogy aztán ezt föltöltse is. Hát nyilván olyan nagy nézettsége még nincs, de hogyha valakinek tetszenek ezek a tájak, akkor még egyszer nyugodtan nézzen rá YouTube-ja, az Video Art Max néven fut, és nem csak Írországgal kapcsolatos képek vannak, hiszem Lengyelországgal is, mert eredetileg ő ugye lengyel, csak Írországban dolgozik. Na jó, akkor mielőtt belevágunk itt ebbe a következő tartányba, egyébként nem lesz nagy különbség az előző tartányhoz képest, sőt, talán itt úgy látom, hogy pici hiba is van a könyvben, majd ezt megbeszéljük két szóban, azelőtt az elérhetőségeinkre nézzünk rá. Hogyha bárki ezt a videót találja meg véletlenül először, akkor az lássa, hogy kit, hol talál meg, illetve minket hol talál meg, vagy ezt a témát hol találja meg, ugye veszélyes áru szállítás az alaptéma, legyen az bármilyen szállítás, akár tengeri, vasúti, közúti, légi, bármi. Azt gondolom, hogy ma már elég sok szakértő van a csoportban is. Itt az ADR tanácsadó nevű zárt Facebook csoportban talán elég gyorsan tudnak válaszolni. Ha valakinek gondja van, de ha valakit szimplán csak a téma érdekel, akkor az itt követheti. Ami nagyon jó weboldal, például ADR-rel kapcsolatban, de IMDG-s információk is vannak, és sok egyéb más, az a www.dgr.eu oldal. Itt egyébként működik egy UN szám alapú kereső is, ami a 3.2 táblázat, a hírhedt gépkocsi vezetői könyvekben is megtalálható táblázat adatot ad meg, és ezt akár több nyelven is, úgyhogy érdemes mindenféleképpen meglátogatni az oldalt. És ami biztos, az az, hogy a videókat, ezeket a videóimat a Transport Info Ltd. Nevű YouTube csatornára töltöm föl, ami ugye több hasonló témával is foglalkozik, főleg szállítással, de sok minden mást is találtok ott, videó, ugye olyan anyagok általában szabályozásokkal kapcsolatos, de sokszor mást is bemutatunk rajta, úgyhogy nyugodtan szörföljetek rajta, és hogyha nem akartok lemaradni egy videóról sem, ami a jövőben jön ki, akkor iratkozzatok föl. Na erről ennyit, és akkor nézzünk át itt a tájak mellett a következő rajzunkra is, ami az 59-es ábra lesz, és ugyancsak hőszigetelt L4BN tartály. Na most, hogyha valaki még emlékszik, vagy visszanézni az előző videót a tartánysorozatban, akkor látja, hogy olyan nagy különbség nincs, ezért nem kell látni magunkat ebbe a történetbe. Tehát az van, hogy a különbséget nézzük meg, látszik az, hogy ez egy hőszigetelt tartány, folyékony állapotban lévő, olvasztott állapotban szállítható kettes vagy hármas csomagolási csoportba tartozó anyagokról van szó, azokat szállítjuk, és majd látni fogjuk, hogy miért van az, hogy itt már látunk egy lángzárat is, ugye megjelennek adott esetben gyúlékony anyagok is. A különbség az egyébként rögtön a tartánykódban látszik, tehát megjelenik itt a négyes, ugye ez egy nyomástartó tartány lesz, látunk rajta egy biztonsági szelepet, utána látunk egy szintjelző műszert,
majd egy töltőcsövet, ugye, ami is, vakarimával is el van látva, majd itt egy gőzelvezetőt látunk, ez ugye a gőztereket tudja összekötni, erről is beszéltünk már előző videóban, úgyhogy nem akarnám ebbe belásni magam. Kihagyom ezt a részt, mindjárt visszatélek rá, mert gyorsan átfutunk azokon, amikről már beszéltem a múlt videóban, ugye ez egy fűtést szolgáló rész, tehát ezzel lehet fűteni a bent lévő anyagot, hogy milyen feltételekkel és hogyan, milyen módon működik, az előző videóban kifejtettem, kimondottam, a fűtő részről beszéltem, mert ezt is a könyv, amiből nézem ezeket én is, ugye foglalkozik vele, és ott el is mondtam. Ugye az alul található szerelvények pedig a fenékszelep és az ürítőcső, itt is egy zárószeleppel, vakkarimával, és ugye van egy bevezethető levegőnk, egy fajta injektor, ami ugye ezeknél a sűrűbb anyagoknál az eltövődés megakadályozására, illetve ugye megoldására van, és ezen természetesen van egy biztonsági szelep, hogyha küldjük rá a nyomást ide az injektorra, akkor ha véletlenül mégse tudná kinyomni maga elől az eltömődést, azért ne legyen veszélyesen nagy a nyomás, tehát ne épüljön fel nagy nyomás, ezért van egy biztonsági szelepünk is. És amit itt fölül kihagytam, az egyébként egy kicsit zavaró, mert nem így néz ki. Maga a szöveg egyébként az irodalomban, amiből dolgozom, ezt ezerszer már bemutattam, ez a Tartányos Szállítás című könyv, és azt írja, hogy ez egy légzőszelep lángzárral, és ugye egy fedél van fölötte. Tehát ugye légzőszelep lenne, lángzár, és ugye van egy fedél fölötte. És ezzel az a baj, hogy alapvetően, mivel ez egy nyomástartó tartány, ezért ugye szellőzőszelep egyértelmű, hogy nem lehet, hisz az állandóan nyitva van, ott is a lángzár fontos, főleg gyúlékony anyagoknál. Szellőzőszelep már értelme van nyilván, mert bizonyos nyomásnál ugye két irányú mozgást kell, hogy engedjen, és itt az a probléma, hogy amit itt ábrázoltak, az nem szellőzőszelep, hanem egy vákumszelep, az egyébként majd a következő rajzban lesz egy vákumszelep, ott is látszik. Tehát valószínűleg, amikor ilyen szellőzőszelepet ábrázolnak, akkor egy hasonló ilyen rugós, ugye, mert úgy néz ki, mint ez egy rugó, meg a nyilak vannak ott, akkor ide is be kéne, hogy kerüljön a lángzár és a fedél közé, tehát akkor lenne szellőző szelep a rajz szerint, így vákum szelepnek tűnik, ami valamiért nekem így nem klappol, tehát azért mondom, hogy ez így érdekes, mert a következő hőszigetelt tartányunkon lesz majd vákum szelep. Tehát elméletileg ez egy szellőző szelep, csak nem jó ábrázolva, lángzárral, és ugye egy fedéllel, ilyen van, ilyen létezik, csak azért mondom, hogy ezt szerintem nem jó ábrázolták, és természetesen itt a nyomás tartás miatt megjelenik ugye ez a plusz biztonsági szelep védelmében, hogyha a megengedett nyomást meghaladná itt az anyagnak a gőzei, ugye, illetve egy ilyen vészeljárásként, hogyha túlnyomás alakul ki, akkor azt levezessük, míg ez elméletileg szellőztetni az anyagot, úgyhogy ezek a különbségek egyébként az előző tartány rajzunkhoz képest, mint hőszigetelő tartány, ugye az előzőnél volt egy szellőző szelep, ami borulás hatására zárt, itt már ugye nyomás van, tehát szellőző szelep nem lehet, és ezekről egyébként már ugye minden más eleméről és a működéséről beszéltünk a tartánynak, úgyhogy erről többet nem kell beszélni. Haladunk tovább, egyébként a következő tartány is még mindig ugye folyékony állapotban lévő, tehát olvasztott állapotban szállítható anyagok, szilárd anyagok szállítását szolgál. Tehát nagyon hasonló lesz, de kis különbségekkel, ezek ugye azért jók, hogyha ezekről beszélünk, mert adott esetben ezek a rajzok kimondottan az ADR alapképzés szóbeli részénél szoktak megjelenni, és hogyha te éppen azt a tartályt húzod, akkor oda kell figyelni, hogy milyen szerelvények vannak rajta. Tehát ezért kell mindet bemutatni, de ugye bizonyos sorozatoknál azért látszik, hogy nincs nagy különbség. Na hát akkor ennyit erről a témáról, és akkor
Ugye még két dolgot szeretnék megismételni, az egyik az az elérhetőségeink, ezeket nézzétek meg és keressetek minket, iratkozzatok fel, illetve kérdezzetek nyugodtan, akár kommentben a YouTube szekcióban, azt is észreveszem, de az ADR tanácsadózát Facebook csoportban viszont sokkal inkább és többen fognak egyszerre válaszolni. És még egyszer, hogy engedjétek meg, hogy itt a videó végén egy picit reklámozzam ezt a srácot. Jó, tehát ez semmi komoly, ő tényleg egy ilyen amatőr YouTube-os, akinek amikor szabad ideje van, akkor szeret drónozni, és hogyha valaki szereti ezeket az írtájakat, akkor érdemes ránézni, nem azt mondom, hogy sok videó van, de szép videók vannak. Én megköszönöm a figyelmet mindenkinek, és akkor találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!